A folytatásban dr. Horváth Klára polgármester összefoglalóját láthatják a március 29-i képviselőtestületi ülésről, majd a testületülését tekinthetik meg felvételről a Bábolnai Televízió stúdiójából. Jó napot kívánok, tiszteltek, köszöntöm Bábolna város lakosságát! Képviselőtestületünk 2018. március 29-én tartotta szokásos munkaterv szerinti képviselőtestületi ülését, melynek megismételt adását hamarosan láthatják. Mielőtt azonban a megismételt vetítést elkezdeni a Bábolna TV, előtt egy rövid összefoglalót szeretnék tenni önök felé a képviselőtestületi ülésen elhangzottakról. Képviselőtestületünk hétfővel határozatképes volt, mindenki jelen volt, valamint a napirendi pontokhoz meghívott vendégek is érkeztek. Az első napirendi pontban a két ülés közötti beszámoló, lejárt határidejű határozatok és a bizottságok által hozott döntések, amelyek nem érintenek napirendi pontot, ezek tették ki az első napirendi pontot, ezek közül néhány dolgot szeretnék kiemelni önök számára. Foglalkozott a Szociális és Oktatási Bizottság a Bábolna strand és termálfüldő logó terveivel. Ki is választotta azt az elképzelést, amely számukra a legszimpatikusabb volt. Most még tovább finomítunk ezen az elképzelésen, betűtípus és helyesírás tekintetében, és a májusi testületi ülésen fogjuk ezt ismertetni és reményeink szerint elfogadni. Foglalkozott a Szociális és Oktatási Bizottság a civil szervezetek támogatási kérelmével, így többek között az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Rákóczi Szövetség, a Horgász Egyesület és a Zeneiskola támogatásával, valamint a Cseperedők Néptánc Közhasznú Egyesület támogatásával, valamint külön kérelmével is. A Cseperedők a nyár folyamán egy nemzetközi táncfesztiválon vesznek részt Szlovéniába, a Bledben, ehhez támogatást, utazási költségeik megtérítését kérték, amelyet mind a bizottságok, mind a testület támogatott. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság napirendi pontjai közül szintén pár dolgot szeretnék kiemelni. Foglalkozott a bizottság, és a testület megerősítette ezeket a döntéseket a civil szervezetek támogatási kérelmével és a Cseperedők kérelmével. Elhatározás született a Patkó utca, mint újonnan nyitott utca a Hetes Majorban közművesítésével. 10 új telket fogunk itt kialakítani, és ennek a szennyvíz és közmű ellátottságát szeretnénk az elkövetkezendő 1-2 hónapban megteremteni. A legkedvezőbb árajánlatot nyújtó céget választotta a képviselőtestület. A Kőr és Fa utcai szolgálati lakások köré kerítést fogunk építeni. Egyébként a két lakást átadtuk a múlt héten csütörtökön. Mondhatnánk azt is, hogy a bérlők részére húsvéti ajándékként nyújtottuk át a lakások kulcsait, és az elkövetkezendő időszakban fűvesítés, növényesítés indul meg a házak körül, valamint a kerítés kialakítására is sor kerül, amelyre irányuló árajánlatot a Kommunálkontak cég adta. Foglalkozott a képviselőtestület a pénzügyi bizottság előterjesztése alapján a Cardirex egészségügyi központ villamos kiviteli terveivel, illetve a sporttelep épületének villámvédelmi kiépítésére irányuló árajánlatokkal is. A képviselőtestület a napirendi pontban elhangzottakat egyhangon elfogadta. Az ezt követő két napirendi pontban beszámoló hangzott el, egyrészt a Komárom és környéke önkormányzati társulás beszámolója, ahol részt vett Szejt Bernadett, a munkaszervezet képviselője is, és kiegészítést is tett a napirendi pontban benyújtott beszámolóhoz, majd ezt követően a gyermek és ifjúsági önkormányzat beszámolójára, ez évi terveire, költségvetésére került sor. Török Márton, a gyermek önkormányzat polgármestere számolt be ez évi terveikről. A költségvetésük az önkormányzat, a Bábolnai önkormányzat költségvetésébe betervezésre került, így reményeink szerint minden programot le tudnak bonyolítani. Ebben az évben nemzetközi ifjúsági fesztivált is bonyolítanak, ifjúsági találkozóra érkeznek dán, finn és hidaskürti testvértelepüléseinkről fiatalok, és így együtt fognak a szociális esélyegyenlőség, tolerancia, empátia témájában előadásokat meghallgatni, illetve az országok szokásaival, kulturális életével fognak ismerkedni.
A képviselőtestület mindkét napirendi pontot egyhangúan elfogadta. A következő negyedik napirendi pontban szolgáltatási önköltségek megállapítására került sor, az alapellátás intézményünk, valamint a 105 szép óvoda és bölcsőde intézmény vezetőinek előterjesztése alapján a képviselőtestület úgy döntött, hogy nem változtat az óvoda a bölcsődei gondozási díjon, valamint nem állapít meg gondozási díjat, és a térítési díjakat is mindkét intézményben változatlanul hagyja. Az ezt követő napi rendi pontban a Bábulna Televízió Nonprofit Kft. Ügyvezetői pályázatának kiírására került sor, ő újabb 5 éves időintervallumra szeretnénk az ügyvezetőt megválasztani. A pályázati kiírást a BTV honlapján, Facebook oldalunkon, BTV képújságban közzé fogjuk tenni. Ugyancsak egy pályázat a következő 6. napi rendi pont, amely a Kukorica Fesztivál, amely ebben az évben 20 éves lesz, 20. alkalommal fogjuk megrendezni. A Kukorica Fesztivál étkeztetésére írunk ki pályázatot, mind ahogy minden évben, április hónapban megtettük ezt. Ennek a pályázatnak is az egyhangú elfogadására került sor a képviselőtestület által. 7. napi rendi pontban 15 éves a város, javaslatok az ünnepségre, címszó alatt tárgyalt a képviselőtestület. Ebben az évben ünnepeljük Bábolna várossá válásának 15. évfordulóját. Ehhez kapcsolódó ünnepségekhez fogalmazta meg ötleteit, javaslatait a képviselőtestület, amely irodalmi képzőművészeti pályázat kiírására helyeződik az egyrészt a hangsúly a lakosság részére, óvodások, iskolások és a lakosság egésze számára hirdetjük meg ezt a pályázatot. Idős lakosaink közül, akik már hosszú évek óta laknak Bábolnán, a BTV fogja őket megkeresni, és az emlékeikről rövid összeállítást fogunk készíteni, és ezen túlmenően pedig minden bábolnai lakostól várunk fényképeket, a különböző eseményekről, használati eszközöket, amelyeket a helytörténeti gyűjteményünkben el tudunk helyezni. Tehát egy gyűjtést szeretnénk szervezni, és értelemszerűen megfelelő tárgyutalmakkal is jutalmaznánk azokat a bábolnai lakosokat, akik ezekben a rendezvényeken, ezeken az eseményeken részt vesznek, és segítik ezeknek a gyűjtéseknek a lebonyolítását. A 8. napi rendi pontban a T-Copiker Kft. Ingatlan adásvételi előszerződésére került sor. A T-Copiker Kft. Megvette a régi malom épületét, azt szeretné felújítani. Egy műemlék jellegű épületről lévén szó, elég sok kötöttséggel jár, az örökségvédelmi hivatallal kell egyeztetni ezt a dolgot, és az épület mellett lévő parkoló területéből is szeretne megvásárolni egy nagyobb területet annak érdekébe, hogy a beépítési kötelezettséget megfelelően tudja rendezni, valamint ott parkoltatni tudja a gép állományát. Az erre irányuló szerződések kerültek a képviselőtestület elé előterjesztésre. Az egyik szerződést a képviselőtestület elfogadta, a másik tekintetében még további egyeztetések szükségesek annak érdekében, hogy minden cég megfelelően meg tudja közelíteni a székhelyét, telephelyét, tehát reményeink szerint április hónapban kerül ez az előszerződés véglegesen nyugvó pontra. Előszerződést tudunk egyébként azért kötni, mert szabályzási terv módosításra is szükség van, ez pedig megindult egyéb más területeken lévő szabályozási tervekkel együttesen. A 9. napirendi pont volt ebben a hónapban Bábolna város önkormányzatának legkardinálisabb, legfontosabb napirendi pontja. Több banktól kértünk be hitelfelvételre irányuló indikatív árajánlatot. 3 banknak írtunk megkeresést, ezek közül 2 tett konkrét árajánlatot, konkrét ajánlatot. Az egyik az Erste Bank, a másik a Pannon Takarék Bank ZRT, a Takarék Szövetkezettel együttesen. Hosszas vita és megbeszélések után, amelyek egyrészt a bizottságban is elhangzottak, másrészt a testületi üléseken is, a testületi ülésen egyhangúan az a döntés született, hogy az indikatív árajánlatok alapján a Pannon Takarék Bank ZRT árajánlatát, indikatív ajánlatát fogadjuk el, 1 milliárd 200 millió forint összegű hitelfelvételre 10 évre nézve.
Ezt az összeget a bábolnai strand és termálfürdő megépítésére kívánjuk fordítani. Vannak már megtakarított összegeink, lekötött pénzösszegekkel rendelkezünk, azonban abból az összegből nem tudjuk megvalósítani az építkezést. A közbeszerzési eljárás a jövő csütörtökön fog lejárni, akkor fogunk tudni konkrét vállalási árakat mondani, és ehhez igazítani a hitelfelvételünket. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy ez a döntés, ez nem maga a hitelfelvétel volt, mert ehhez még a kormány jóváhagyása is szükséges, a kincstárhoz kell benyújtani a hitelfelvételi igényünket, amelyet azonban konkrét ajánlat alapján tudunk csak megtenni, és a kormány jóváhagyása után fogunk tudni tovább lépni. Reméljük azt, hogy sikeres projekt lesz, és ebben az évben már meg tudjuk kezdeni az építését a strand- és termálfürdőnek. És ahogy mondtam már, a képviselőtestület egyhangúan támogatta, hogy konkrét ajánlat kidolgozására kerüljön sor a Pannon-Takarékbank ZRT részéről. Utolsó napirendi pontunk, 10. napirendi pontunk a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megkeresése alapján szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítására irányul. A társulás azért keresett meg bennünket, hogy egy darab újabb hulladékgyűjtő szigetet szeretne a településen kialakítani. Ennek helyét kérte az önkormányzattól. Az önkormányzat döntése szerint ez a hulladékgyűjtő sziget a 7-es Majorban kerül kialakításra, a Mező utcával majdnem áttellembe a zöld füves szigeten, tehát ott, ahol most beépítésre kerül a 7-es major, illetve a Banai úti családi házakból is tudnak erre a hulladékgyűjtő szigetre szelektív szemetet elhelyezni. Ezt is egyhangúan támogatta a képviselőtestület. A következő testületi ülésünk április végén lesz, munkaterv szerint fogunk ismét dolgozni, közigazgatási szünet elrendelésére kerül sor, valamint a Bábolna TV Nonprofit Kft. Beszámolóját is meg fogjuk hallgatni. Köszönöm szépen, hogy az összefoglalót megnézték, és még egy gondolatot szeretnék megosztani önökkel, mielőtt a megismételt adás jönne. Április 8-án önkormány országgyűlési választásokra, szavazásra kerül sor. Kérem a bábolnai lakosságot, hogy jöjjenek el, és tegyék meg szavazataikat. A szavazás az egy jogosultság és kötelezettség is egyben, úgyhogy kérem, jöjjenek el, minél többen is szavazzanak. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, és most nézzék meg a testületi ülés egészét.